Körülbelül 24 órája tart ez a náthás állapot, ugye egy kis hőemelkedés, olyan kis levertség, olyan fájdalom. Na, én bevetettem egy trükköt, ugye az emelt C-vitamin az egyik. Hát ugye a C-vitamin nem jó náthára, ez igaz, nem a náthára jó, nem a C-vitamin, hogy gyógyulsz meg, a fehérvérsejtek fogják legyőzni a fertőzést. Viszont a fehérvérsejteknek olyan mellékterméke lesz a te szervezetedbe, amik erős oxidációs hatást okoznának, és ez ellen mi kell? Antioxidáns. Az pedig a C-vitamin. Na ezért kell. A másik trükköm pedig, hogy jó megterheltem magam 26 kilométeres kardio edzéssel. Ez 2 órája volt. Hát nem tudom. Ugyanolyan szarú vagyok, de lehet, hogy holnap már nem. Majd meglátjuk, lehet, hogy egy edzés nem volt elég, majd a holnap után nyilatkozom. Addig is együnk valami olyasmit, amit ilyenkor szabad.